Élet az élet után. Már ez a cím is önmagában picit nehezen értelmezhető első hallásra. Mit jelent ez pontosan az ön gondolatvilágában? Ha szabad kis viccel kezdeni, mostanában inkább azt szokták mondani, hogy van-e élet a halál előtt, utalva a helyzetre. Élet az élet után, ezzel a címmel 1975-ben jelent meg Magyarországon is egy Moody nevű amerikai professzornak a könyve, és ebben 150 olyan esetet ír le, amit klinikai értelemben meghalt, de később mégis az életbe visszakerült betegek mesélték el neki az úgynevezett halál közeli élményeiket. Tulajdonképpen az élet után a halál közeli élmény jelenség körét boncolgatja. Mi is ez a jelenség? Talán a kedves nézők között is van olyan, aki hallott már, akár félfüllel is olyan jelenséget, hogyha valaki visszajött a kómából, vagy a klinikai halálból, akkor ilyen zavarbejtő tapasztalatokról számolt be. Általában a köznyelv annyit tud, hogy ilyen alagutat, fényességet szoktak látni, elhunyt rokonokkal való találkozást szoktak említeni az átélők. És ebben az a különleges, és a kutatók figyelmét is ezt keltette föl, hogy ezek az élménybeszámolók kísértetiesen hasonlítanak egymásra, független attól, hogy az elmondója hány éves, hogy milyen szocializáltságú, melyik földrészen lakik, melyik történelmi korban élt, vallásos-e vagy sem. Azért eredtem a nyomába ennek a történetnek, mert azt tapasztaltam, hogy az erről való irodalom, akár az internetes irodalom, akár a könyvtári irodalom, túlnyomó részt vagy ezoterikus, spirituális megközelítésből láttatja ezt a problémakört, vagy a másik oldalon vallási szemszögből. Olyan nagyon nehéz fellelni az irodalomban, ami úgymond természettudományos alapról igyekszik láttatni ezt a különös jelenséget. Ugye azt mindenki aláírja, hogy ez a jelenség létezik, csak mindenki másként magyarázza, és ahogy én észrevettem, forgatva a magyarországi honfitársainkkal való, átélőkkel való interjúkat, az volt a tapasztalatom, hogy ezeknek az embereknek, a túlnyomó többségüknek kérdéseikre nem feltétlen adnak választ ezek a spirituális vagy a vallási megközelítések. Tudják, hogy velük történt valami, ők úgy tudják, hogy ezt nem álmodták, ezt nem vizionálták, de nem lelnek feltétlen válaszokat. Nem mint hogyha a természettudományos alapú megközelítésből erre bővebb válaszokat lehetne találni, de talán arra mégis jó, hogy ezt a zavarbejtő és felkavaró témakört minél több szemszögből próbáljuk megnézni. Ugye az ember úgy működik, hogyha van egy jelenség, amiről nem tudunk semmit, avval távolságtartók vagyunk. De hogyha egy jelenségről minél több ismeretünk van, érdekes módon az már nem tűnik annyira félelmetesnek. Itt a halál közeli élmények témakörét illetően pedig a magyar átélő honfitársaink, akik átéltek ilyesmit, egybehangzó élmény elmondásaik alapján esetleg árnyalódhat bennünk, nézőkben is az a kérdéskör, hogy vajon kell-e ennyire félni a haláltól. Az elmondások alapján talán nem is kéne annyira félni, tehát az erre fordított energiákat talán lehet, hogy még ide a földre kéne összpontosítani, hiszen olyan szép ez a világ, legalábbis nagyon szép tud lenni. Talán ebben segít a filmsorozat és a belőle készült könyvsorozat is. Azt gondolom, hogy a gondolkodó ember számára az új ismeretek vágyása az egy alap. Ahogy szoktam mondani, ebben a dologban nem kell sem hinni, sem nem hinni. Nem erről szól ez a kérdés, ez arról szól, hogy most a 21. század elején a lehető legtöbb ismeretet, ami eddig nem volt annyira hozzáférhető, én szeretnék segíteni ebben, hogy ez minél több helyre, minél több gondolatba eljusson. Pusztán ennyi az üzenete, ha lehet ilyen nagyképű szót használni.